Jó estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat advent 4. vasárnapján, Hévízváros ünnepélyes gyertyagyújtásán. Tisztelettel köszöntöm körünkben Pap Gábor urat, Hévízváros polgármesterét és a képviselőtestület tagjait. Úgy szintén nagy tisztelettel köszöntöm Kis László Esperes urat és Pintekné Vízkeleti Márta református lelkészasszonyt, akiket most megkérek, hogy egy rövid áldással köszöntsék Önöket a közelgő karácsony előtt. Isten a legnagyobb beavatkozás az emberi történelembe, a fiú megtestesülése. Az örök fiú beleszületik az emberiség családjába, azonosítja magát vele, magára veszi az ember minden baját és örömét, de ugyanakkor reményt ad arra, hogy a földi élet az üdvösséghez vezet. A megtestesülés misztériumában Isten helyet adott Mária szabad beleegyezésének és akaratának. A hitben mi is szabadon dönthetünk Isten akaratának elfogadása mellett, ez pedig az örök üdvösséget jelenti mindnyájunk számára. Istenünk, Te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Áld meg és szenteld meg e város lakóját, minden lakóját, vendégeit, és áraszt királyuk szent lelkedet, hogy Krisztus eljövetelével, megszületésével elhozza mindnyájunk számára a békét és az Isten végtelen szeretetét Krisztus, a mi Urunk által. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Engedjétek meg, hogy mindannyiunkért most egy imádságot mondjak el, így karácsony előtt. Imádkozzunk! Drága Istenünk, áldunk és magasztalunk Téged, hogy elküldted hozzánk a Te egyetlen, legdrágább kincsedet, a Te gyermekedet, Jézus Krisztust. Köszönjük Neked, hogy azért küldted, mert nagyon szeretsz bennünket, embereket, és mindannyiunknak segítőt, támaszt, megváltót küldtél a Te fiadba. Urunk, segíts, hogy ezen a karácsonyon felismerjük a Betlehemben megszületett gyermekbe mindannyiunk életének megváltóját, üdvözítőjét. Köszönjük, drága Jézus, hogy Te nem csak megszülettél, hanem meghaltál értünk a kereszten. És köszönjük, hogy Te azt mondtad, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy most is velünk vagy, segítőnk vagy a nehéz földi élet útján. Urunk, imádkozunk a mi városunkért, minden lakójáért, családokért, gyermekekért, idősekért. Adj mindannyiunknak szívében békességet, hitet, reményt, boldogságot ezen a karácsonyon. Imádkozunk minden vendégünkért, akik itt töltik a karácsonyt, itt gyógyulnak és itt pihennek. Adj mindannyiuk szívében végtelen jóságot, szeretetet, és kérünk, adj testi és lelki gyógyulást nekik. Imádkozunk minden magyarért, határainkon, innen és túl. Adj minden magyar szívében hitet, szeretetet, reményt, összetartást, tőled jövő égi békességet. Amen. Végezetül megáldalak benneteket. Az Úr Jézusról azt mondja nekünk János evangéliuma 3:16, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat a karácsonykor megszületett Jézus Krisztusban. Amen. Köszönöm szépen ezeket az ünnepélyes gondolatokat. Most pedig felkérem Kis László Esperes urat, Pintekné Vízkeleti Márta lelkészasszonyt, hogy Pap Gábor polgármester úrral és Herman Katalinnal, a Festetisgyőr Művelődési Központ igazgatójával gyújtsák meg a gyertyákat az adventi koszorún.
Kedves vendégeink, most pedig fogadják nagy szeretettel a Hévízi Sugár utcai óvoda kisgyermekeinek műsorát. A felkészítő pedagógusok Szántó Júlia és Horvátné Völler Anna. Eljött hozzátok, pásztorok!
kisdedet. Betlehemi istállóban szolmán fekszik ágy helyet, és szentelek egy kisteret. Bújával betakarva, énekélve elnök atya, édesanyja Mária. Aludj egy gyermekem, napunk fénye, az én életemnek egy reménye. Örömmel ringatlak, szívemből óhajtlak, aludj, aludj, aludj el fiacskám, rózsaszálam. Aludj el zöld ágam, kis fiólám, örömmel ringatlak, szívemből óhajtlak, aludj, aludj. Adjon Isten jó estét! Keresjük a kisdedet Kicsi szemét látott kicsi Jézus, gyönge karjaimba, otthonodra lehetél, rongyos istállóba. Hívje, hívje, kisdedecske, betlehemi hercegecske, hogy miért ők sok jót tettél, a pokoltól megmentettél. Jézus árán nincsen paklat, jaj, de fázik az áldatlan, hogy is lehetne. Messze napkeletről jöttünk, fényes csillagot követtünk. Merre menjünk, hol keressük, az utat el ne tévesszük, megtaláljuk, megtaláljuk, kedve borulva imádjuk. A hosszú utat el ne vétsétek, csillagos üstököt küldök elése. Hova, hová szép csillag? Betlehembe szállok, a kis Jézus jászlánánál megállok. Szálljatok, szálljatok, karácsonyi angyalok, Thank you.
Jézust ünnepeli. Karácsonynak éjszakája, Jézus születése napja. Örüljetek, örömmel gyertek, a kis Jézus megszületett. Karácsonynak éjszakája, Jézus születése napja. Örüljetek, Anyó Isten egészsége, köszönjük a vendégsége, hozzánk való szívessége. Úgy, hogy atyaink, nő a szívesség, karácsony a gyertya szívünk, húsol.